elég széles a skála, legalábbis törekszünk, mindig bővítünk és mindig dolgozunk, soha nem érezzük hátradett kézzel hangot, mindig teszünk azon, hogy újabbnál újabb ízvilágot, termék, típust előállítsunk, és saját ön fantáziából, nem mást lopkodva, lemintázva, hanem arra nem paradozoljuk az energiánkat, hogy mást másoljunk, hanem mi valamit ajánljunk fel a mi hűséges vásárlóink számára. Vállalkozás 1991-ben indult vegyes kereskedéssel. 1996-ban a családi Áfé Lackó névről Endibó Kft.-re nőtte ki magát a családi vállalkozás. Az Endibó Kft. Az a tulajdonos házaspár Endre és Ibolya név kombinációjából született meg. A házicsoki gyártás az elkezdődött 2000-ben. Sorra szépen növekedett, gyarapodott a csokoládé ízeknek, a diós töltésű, a sima kakaó nélküli vaníliás házicsoki, esetleg aki kakaó allergén vagy bármi, hogy azok az emberek is tudják megkóstolni. Szülők is élelmiszeriparban dolgoztak egész nyugdíjas korig, és Gyergyó Remetén működött annak idején a csoki gyártás a régi tejpógyárban. Onnan a szülők nyugdíjba éve 2000-ben kezdődött el a csoki gyártás, arra meglétesült az első épület, ahol már el lehet kezdeni a csokoládégyártás. Mindenek előtt fő célpont volt, hogy kellő jó minőségű összetevőket beszerezni, hogy egy lehető legjobb végkifejletű termék legyen, ami elnyerje a vásárlóknak a ízvilág kívánalmát, mert ebben az óriási árudömpingben, ami manapság a boltokban, bolthálózatokban jelen van, ahhoz, hogy valaki leválasszon egy terméket, bizonyítania kell a kellő törekvő minőséget, hogy törődjünk, hogy a vásárolóink mindig a lehető legjobb házicsokit tudják leválasztani a polcról. A ostyalap közötti csokiba mártott termék, ami fehér csoki, ostyalap és csoki fürdőzve. Van a sima, klasszikus barna házi csoki, akkor a mézes fogácsákból ez a kakaomázas és vaníliás bevonatú mézes fogácsa. És akkor van a kókuszcsók, ami van csoki talppal, van simán, és ahogy a hűvösebb idő beáll, akkor lesz teljesen bevont csokival, teljesen bevont is. Így most már szeptember közepétől tavaszig szoktuk gyártani a teljesen bevontat is. Hogyha valaki egyszer hozzájutott és megkóstolta, és visszatérő vásárlóként hűséges vásárlóvá vált, ez generált maga után egy bizonyos bővítést, mert esetleg mondta ismerőseinek, vagy baráti körének, hogy kóstoljátok meg. Növekedett az igény rá, mert kereskedők észlelték, hogy egyre több és többet tudnak eladni, mert szeretik a vásárlók. A környező városokban, utána a környező megyékben próbálkoztunk, mert ez sem olyan egyszerű folyamat, hogy hú, most csak neki kezdünk valamit készíteni. És egyik percről a másikra nagy boom van, mert emögött rengeteg munka áll, hogy elmenni
kapcsolatokat teremteni, megbízható cégeket, mert sajnos akad közöttük megbízhatatlan is, ami, hát nem mondjam, milyen eredményekkel zárultak. Sikerült olyan partnerekkel dolgozni, akivel mondhatjuk, hogy évtizedes múltra tekintenek vissza a kapcsolatok. Nagyságrendileg úgy 10 megyében vagyunk jelen az országban. Van egy kisboltunk Fenesen, de az ND-ból Csokit már régebbre ismerem. Ezek közül legjobban veszik ezt a szalamirudat. Lehet azért is, mert ez a legolcsóbb. Ebből eladunk elég sokat, hetente. Van ez a nápolyi szeretes, ezt is veszik. Mikor átvettük az üzletet valakitől, neki másfajta adicsoké voltak, akkor rájöttem, hogy azok nem a legjobbak minőségileg, azért gondoltam, hogy cseréljük ki az ND-ból. Mikor hoztuk ezeket, azok meg is maradtak, vissza kellett adjuk őket, mert megkeményedtek, lejártak. Ezeket jobban kedvelik az emberek. Finomabbak, frissebbek, puhábbak a csókik. Egy kutatást kellene végezni a piacon, hogy miért választ a vásárló ND-bos terméket. Mi törekszünk megtenni mindent, hogy a lehető legolyan módon készüljön el természetes úton a házi csoki, ami mi is szívesen tudjuk elfogyasztani bármelyik nap, és bárkinek szívesen felajánljuk, hogy elfogyasztja. Csokoládékon kívül 2005-től már elkezdtük gyártani a mézes pogácsát, a kókuszcsókot, a keksz golyónkat és a kókuszgolyónkot 2015 novemberében tudtuk véglegesíteni, hogy piacra tehető legyen, mert ilyen új termékeknek a létrehozása, a megszületése elég hosszas éves, két éves folyamatok. Elsősorban csapatmunka. Én is filmmechanikai végzettséggel a gépesítésbe próbálom a lehető legjobban tapasztalataimat felhasználni. 46 emberrel dolgozunk jelen pillanatban. Kattog mindig az agyunk, összedugjuk a fejünket, és mindig nincs megállás. Nincs megállás. Amikor az ember pihenőidőt tart, akkor is jön egy-egy gondolat, amit úgy kell félre tartalékon az ember, az mindig közösen megbeszélődik, mindig minden közösen mindenki ki a saját tapasztalatát hozzátéve. Hogyha beérkezik bárki Gyergyó lemetére, és megkérdez valakit az utcán, hogy merre van az ND-ból csokoládégyár, biztos, hogy útbaigazításra talál. Törekszünk arra, hogy biztos holnapi és jövőbeni munkába jövetelükért is dolgozunk nap mint nap. Gondolom, hogy ennek a falu is örvendhet, mert egy jó néhány családnak itthon egzisztenciát teremt. Ha nem is olyan kolbászkert reményekkel, mint amivel a világjárók elindulnak kalandorkodni itthon, megpróbálják ezt a csapatunknak biztosítani. Tehát mondhatjuk, hogy környékünkön egy ismert dolog. Persze, hogy nem úgy sikerül egy házi csoki nagyon sok esetben, amikor bolti, apró, kis mennyiségekben megvásárolják, és ellenőrizetlen minőségi hozzávalókat, mert egy házi asszonyka nem tudja, hogy milyen típusú legjobb kakaót vásároljon, nem tudja, hogy milyen jó minőségű tejport, és mi a folyamatos, egyforma, törekvő minőségre
harcolva, azért ezt elé tudjuk állítani, és ez a hagyománya ennek több évtized is. Például a Pókusz csókot, amit elkezdtünk 2005-ben gyártani, nem mondhatnám, hogy súly, de mennyire megfogta a vásárlóknak az érdeklődését. De lassan-lassan rájöttek és bátorkodtak megkóstolni, bízva a cégünk által előállított termékeknek a garanciájába, és hála Istennek elég sokan megkedvelték, és kapunk visszajelzéseket, hogy kedvelik. Nagyon-nagyon sok embernek már kiütése van ettől a nagy kaliberű reklámhadjáratoktól, ami médiákba lecsörödni. Én úgy gondolom, hogy a mi termékünk erősíti a brandet, mert ha elmegyünk Csíksomjóra, ott is találkozunk a termékkel, ha elmegyünk Budapesten egy Székely Fesztiválra, ott is megtalálhatják. Mi törekszünk azzal reklámozni magunkat, hogy aki megvásárolja, az ismét vegye meg, és merje ajánlani ismerősi körében. Elsősorban, hogy megálljuk a helyünket, megőrizzük azt, amit létrehoztunk. Ez a legfontosabb. Tehát a terveink megvannak, hogy mindig dolgozzunk, és a meglévő tapasztalatainkat kamatoztassuk, és örömet szerezzünk a vásárlóinknak, aki minket leválaszt a polcról. Én abban bízok, hogy apró lassú léptekkel, ilyen lassú vízpartoknos alapon mindig kellő megfontolással kell, ha nem is fejlődni, de megőrizni azt, amit az ember alkot.